Minden nehézség ellenére az elmúlt évben az önkormányzat döntéseit a költséghatékonyság, a humánum és az intézmények működőképességének biztosítása jellemezte, mondta Pintér Szilárd. Dombóvár polgármestere úgy vélte, az önkormányzatok gazdálkodásában a rugalmasság lett a kulcsszó, mert csak így tudnak alkalmazkodni a szinte folyamatosan változó körülményekhez. A kormány döntése értelmében Dombóvár segítséget kap erre az évre az energiaválság okozta nehézségek kezelésére. 2023-ban kaptunk egy közel 100 millió forintos támogatást. Nyilván intézmény vezetőinkkel, kollégáimmal meg kellett értetni, hogy erre miért is van szükség. Mára már mindenki a magáinak érzi. Hétről hétre olvasunk le minden fogyasztásmérőt, és azt gondolom, hogy ez a kontroll mindenféleképpen erősíti azt a bizalmat, amely eddig is élt bennem intézményvezetőink irányában, hiszen minden intézményvezető sajátjának tekinti az intézményét. Az elkövetkezendő 4-5 évben Dombóváron 7 milliárd forint fejlesztési forrás költhető majd el, miután a fenntartható városfejlesztési stratégia elkészült és támogatásra is érdemessé vált. Az idei év tervei között három nagy beruházás elindítása és a lehetőségekhez mérten befejezése is szerepel. Ezek közül a mentőállomásnak már az építési engedélye kiviteli terve megvan. Épp, ha jól sejtem, a vállalkozó kiválasztása van folyamatban. Az STK tekintetében egy 18-ban elvégzett pályázatot visszahoztunk az élők sorába, mint egy 300 millió forint értékben egy első ütemes felújítás az idén meg tud kezdődni, akár be is fejeződni. És ami nagyon nagy dolga, a térségi sportcentrumunknak a végleges kiviteli terveinek a jóváhagyása a napokban fog megtörténni. A város oktatási és szociális ellátórendszeréről szólva Dombóvár polgármestere örömét fejezte ki, hogy az egyházak komoly részt vállaltak a különböző intézmények fenntartásában, segítve ezzel az önkormányzatot a feladatok ellátásában.